Mint tudják, mai előadásom tárgya a női szavazati jog kérdése lesz. Emellett szeretném a tisztebb hallgatóság elé tárni azon újabb kutatásaimnak eredményét, melyeket volt szerencsém a legszigorúbb és alaposabb tudományos módszerek próbája alá vetni. És amelyekből levonhatom néhány általános következtetést, a női nemet és a női jellemet illetően. Mindenek előtt szeretném önöket arról biztosítani, hogy minden körülmények közt szükségesnek, sőt elengedhetetlennek tartom, hogy a nők szavazati jogot kapjanak. Továbbá, hogy a szavazati jogon túlmenően a hétköznapi élet minden területén a férfiakkal egyenlő jogokat élvezzenek. Kérem, hagyjuk ezt, hölgyeim, hagyjuk meg. Ez egy tudományos előadás. Ez egy tudományos előadás! A szavazati jogot tehát mindenképpen szükségesnek érzem, ugyanis a férfi és nő egyenjogosítását anélkül is lehet követelni, hogy hinnénk a férfi és nő erkölcsi és értelmi egyenlőségében. Igen. Hallgassanak már! Hölgyeim, hölgyeim, figyeljenek ide! Nem érdekli önöket, mit akar mondani? Hallgassuk meg! Hallgassuk már végig! Mi kell dobni? Takarodjon ki! Köszönöm! Igazán köszönöm, kedves hölgyem! Noha kételjeim vannak, mennyire lesz a szavainak fogalma. Mindjárt meg is magyarázzom, mi. Ahhoz ugyanis, hogy kövessék a gondolatmenetemet, a nőknek logikusan gondolkodó lényeknek kellene lenniük. Egyfelől. És morális érzékkel rendelkezni, másfelől. Teljesen nyilvánvaló azonban, hogy sem egyiket, sem másikat nem állíthatjuk túl. Dobják ki! Könnyűszerre belátható, hogy a nők összléte maradéktalanul és mindig fölolvad a nemi életben. A szaporodás és a párosodás szférájában. Kétségtelen, hogy a férfi szexuális lény. De nem csak az. A nőt mélységesen elbizonytalanítja, a gondolkodását szigorúan és kizárólagosan a logikának kell alárendelnie. A férfi lekötelezettje a logikának, a nő nem. Mivel nincs intellektuális lelkiismerete, a nőt egyenesen a logical insanity jelenti. Őnek nincs logikája. Tisztelt hallgat! Azt a lény, amely nem ismeri, sőt, feltehetően nem is érti, hogy A. És nem A. Egymás kölcsönösen kizárja ezt a lényt. Az égvilágon semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy hazudjon. Ergo nem feltételezhetjük az önálló ént. Sem többet, sem kevesebbet nem jelent, mint hogy az abszolút nőnek nincs énje. Kérem szépen. A nőket két alaptípusra oszthatjuk fel. Az anya és a ringyó. A ringyóságra való hajla és alkalmaság a nőben organikusan és születésétől fogva jelen van, megvan. Épp úgy, mint az anyságé. A kettő közötti alapvető azonosság azonban a szexualitásban rejlik.
Már hallom is a tiltakozásukat. De így van. Ez bizonyítja az a kiérzet, amit az anya a szoptatásnál érez. Továbbá az az anatómiai tény, hogy a női melbimbó alatt erektil szövet talál. A fiziognomusok azt is kiderítették, hogy a pontok izgatása a méh izomzat összehúzódását vonhatja maga után. Eddig világos? Bemerték-e már valaha is vallani maguknak? Mit jelent lélektani szempontból a nőnek, legyen az akár szűz vagy asszony? A férfi nemi szerve? Milyen uralkodó szerepet tölt be a nő életében első pillanattól fogva az utolsóig? Öntudatlanul is? Nézzél csak ide, hölgyei! El sem tudom képzelni igazában, hogy egy nő szépnek találhatja egy férfi nemi részét, vagy akár csak csinosnak is. Olyannak érzi inkább, mint a madár a kígyót, vagy a medúza főt az ember. Bűvöletével esik, hipnotikus hatása alá kerül ocsmánságának. Mert a nő megérzi, hogy a fallosz a sorsa, még ha nevet se ad neki. Erész izgatja fel a legmélyebben és leghevesebben azon pillanatban, amikor a legkellemetlenebb, leggusztustalanabb látványt nyújtja, mikor fellép az elexió! Ez lesz a végső bizonyíték annak, hogy a nő nem a szépséget keresi a szerelemben, hanem valami egészen más. Hogy a nő nem mélyértelmű, nem fenkölt értelmű, hanem egészében véve értelmetlen. Hogy a nő egész egyszerűen érthetetlen nulla! Nincs semmiféle kapcsolata az eszményekkel. Nem tagadja ugyan, de nem is igényli őket. Mivel hogy a nő nem illogikus és nem is logikus. Alogikus! Alogikus! És hasonlóképpen amorális! Ez az ok annak, hogy a matematika nyelvén szólva nincs előjele. A nő iránytalan. Se nem jó, se nem rossz. Egyszerűen nem létezik. A nő nincs. A nő nem létezik. A nő egyszerűen nem létezik. Nem létezik. Nem létezik. Nem létezik.